Április 15. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik a hangját. Nem a büntetéstől való félelem, sem az örökké való jutalom reménye készteti Krisztus tanítványait, hogy kövessék őt. Szemlélik a megváltó végtelen szeretetét, amely megnyilvánul földi vándorútjában a betlehemi bölcsőtől a Golgota keresztjéig, s az ő látványa vonza, meglágyítja és engedelmességre bírja őket. Szeretet ébred a szemlélők szívében. Hallják a hangját és követik őt. Ahogyan a pásztor nyája előtt jár és elsőnek találkozik az út veszélyeivel, úgy tesz Jézus is népével. Amikor kiereszti a juhait, előttük megy. A mennybe vezető utat megszentelik a megváltó lábnyomai. Lehet az ösvény meredek és rögös, Jézus végigment rajta. Lába taposta a kegyetlen tüviseket, és így tette az ösvényt könnyebbé a számunkra. Minden terhet, amit el kell viselnünk, ő maga is hordozott. Ellen G. White, Jézus élete, 416. oldal.